Nos, hát itt van egy gyönyörű kép, Lázár János egy román-magyar határkövön áll a pusztában, és onnan mesél az Indexnek. Nem az Index, bocsánat, most már úgy hívják őket Telex, tehát ez a régi Index, a mostani Telex. Azért is nagyon érdekes, igen, sokan észrevették, hogy nem nagyon kapott kellemetlen kérdéseket, nagyon okosan előadta, hogy ő milyen csodálatos teljesítményekre képes, és senki nem kérdezett vissza. A kellemetlen kérdések azok elmaradtak ebből az interjúból. Hát én meg tudtam volna kérdezni néhány dolgot tőle. Két fideszes kollégájába is belegázolt Lázár ebben az interjúban, mind a ketten sajtóban is hivatalosan is visszaüzentek neki. Tarlós István nyilvánvalóan megsértődött, hogy nem ő neki köszönhető Budapest 10 éves fejlődése, hanem a kormánynak, aminek véletlenül Lázár volt a minisztere, és akik egyébként elég sokat vitatkoztak annak idején pont azon, hogy Budapest fejlődjön vagy ne fejlődjön, és Lázár úgy emlékszem éppen kevesebb forrást akart adni Budapestnek, Tarlós pedig többet. Ehhez képest most úgy emlékszik Lázár, hogy a kormány fejlesztette Budapestet, nem Tarlós. Na most a Simonkával kapcsolatban még egzotikusabb volt a nyilatkozata Lázárnak, azt mondta, hogy egyszerűen szégyen a Fideszre nézve, hogy ilyen emberek az ő közösségükben lehetnek, és a többi. Mondja ezt az a Lázár, aki annak idején hablatyolt a rokoni földjei közepén kinőtt kastélyról. Ugye valaki oda kommentelt egy vicces párbeszédet, hogy ki ez a kastély? Nem tudom, a szomszédaim. És kik a szomszédjai? Nos, én. Tehát Lázár, aki saját magának is a szomszédja volt, a saját telkei közepén épített egy kastélyt, majd letagadja, és aztán részletekben finoman százalékonként veszi csak a nevére. Mindenki tudta, az ott építkező vásárhelyi munkások is tudták, mindenki tudta, hogy Lázár Jánosi. Természetes érződé. Ehhez képest még mindig nem vette a nevére, strómanokon keresztül majd a KFT szabályok mögé bújva eltitkolja a százalékát, és ez csak Lázár mérhetetlen vagyonának egy pici szelete. Az András úti divacsarnoktól a Tokai földig, a Budai villákig, a balatoni nyaralóig, a svájci számláig, luxusautókig elképzelhetetlen, hogy mi van Lázár János nevén. Lázár János nem tudja megmagyarázni, hogy miért járhattak azok a teherautók az építkezésről az ő házához is, amikor a besenyeit újították föl. Ezt én már többször föltettem itt a nyilvánosság előtt, és várom a választ rá, hogy az ottani kommentelők állítják, hogy ugyanazok az autók szállították, és a Google Earth bizonyítja, hogy pontosan ugyanabban az időben építkezett Lázár János, mint amikor ez a városrehabilitációs program volt. De mondhatnénk meg nagyon sokat, tehát emlékeznek arra is, hogy a várostól ellopott, elkerített, őrzött, felújított kastélyútnak a várhatóan 50 millió körüli költségéről valamiért Lázár János nem tudott számlát felmutatni. Inkább kifizetett nekünk már 22 millió forintot azóta úthasználatra, amit nem is kellett volna befizetnie, ha számlával tudná igazolni, hogy ő fizette azt a felújítást. Ugye milyen érdekes? Nos, ez a Lázár János, tehát nem sorolom még a trafikmutyitól az összes stikliét, ami az fényes politikai karrierje és adózőt jövedelmével megmagyarázhatatlan gazdagodása mögött áll. Tehát ez a Lázár János, ez képes fölül magaslóról beszélni és korrupcióval vádolni és szégyenkezni Simonka miatt. Hát nem tudom, hogy Simonkának van-e töredék akkora vagyona, sikerült-e annyit összeharácsolni, mint Lázárnak. Mindenképpen rendkívül pimasz, szemtelen dolog Lázár részéről ezt az arroganciát. Persze, hogyha valaki csak a videóriportot nézi meg, mondom, kellemetlen kérdéseket valamilyen nem kapott Lázár János. Ha csak ezt nézi meg, akkor el lehetünk ájulva, hogy ez az ember ez nem csak tisztességes, bocsánat, nem csak okos, hanem lám, még tisztességes is. Még egyszer mondom, itt Vásárhelyen egy kicsit közelebbről láttuk az elmúlt 20 évnek a történetét, és a mi benyomásunk valami egészen más. Azért a videóból néhány dolog kiderült, például, hogy valamiért nincs szerencséje az állatokkal Lázár Jánosnak. Azt is nehéz megmagyarázni, hogy miért gondolta azt jó ötletnek, hogy föláll erre a beton ország kőre és onnan válaszolgat a kérdésekre, ez legalábbis furcsa. Van, aki szerint pszichopata, Vásárhelyen inkább azt szokták mondani, hogy szociopata. Vagy ahogy a fideszes egyik ismerősöm mondta, az IQ-ja nagyon magas Lázár Jánosnak, de az EQ-ja, az érzelmi intelligenciája az nulla. Tehát ő azt nem érti meg, hogyha ő kicsúszik a száján egy olyan, hogy annyit is ér, az mondjuk milyen hatással lesz, vagy éppen a közmunkásokra, amikor azt mondta, hogy még jó, hogy elfáradnak, mert így nem mennek lopni. Ez például hasonlóképpen egy olyan mondat, hogyha lett volna érzelmi intelligenciája, akkor ilyet nem mond. Volt néhány személyemet érintő kérdés is ebben az interjúban, végtelenül aranyos és szintén rövid látó megfogalmazás szerint természetesen Lázár János örülne, ha én miniszterelnök jelölt lennék, mert akkor Orbán Viktor maradna,
Ezt nem tudta alátámasztani tényekkel, hogy miből gondolja, én segítek neki szívesen. Tehát amiben ő téved, Orbán Viktor legjobb kihívója valószínűleg én lennék. Tehát én tudnék a legtöbb szavazót mozgósítani Orbán Viktor ellen, és ellenem tudna Orbán Viktor a legkevesebb fideszes szavazót mozgósítani. Tehát az ellenzék győzelmére Orbán Viktor ellen 22-ben még mindig én lennék a legalkalmasabb. Egy valamiben persze igaza van Lázár Jánosnak, tehát ha ő azzal indokolta volna ezt a kijelentését, hogy mögém nem fognak beállni a pártok, nos, abban igaza van, tehát természetes, hogy a pártok nem akarnak egy olyan embert, aki láthatóan minden korrupció ellen fölép, bármely párthoz kötődjön is, aki nem pártalapon osztja szét a pozíciókat, például itt Hódmezővásárhelyen, hanem szakértői vezetése van nem csak a városnak, hanem a városi cégeknek is. Más városokban a parlamentáris demokráciában szokásos módon a pártok a saját híveik között osztják szét a pozíciókat, sőt a beszerzéseket is gyakran, amit Vásárhelyen nincs. Ez érthető módon a pártokban irányomban nem ébresztett bizalmat, tehát világos, hogy olyan nagyon nem lelkesek a pártok egy párton kívüli miniszterelnök jelöltért, annak ellenére, hogy egyébként a személyes kapcsolatom azt gondolom, hogy minden ellenzékivel és nagyon sok fideszessel is nagyon jó. Hát Lázár Jánosra speciál nem. Az is sokat mond, hogy Lázár János az utóbbi időben mindig csak ellenzéki lapokban szerepel, a Válasz Online-ban, most a Telexben, és ez most már azt mondom, hogy tendencia. Tehát valamiért a fideszes lapokban egyszerűen mellőzik Lázár Jánost. Úgy látszik, hogy a szintén nem csak Tarlósi Simicska, Csimonka, hanem Rogán Antal sem nagy barátja, és ezáltal gondolom Habony Árpád sem érezhető. Például a City 24-ben viszonylag ritkán látom Lázár Jánost, de ennek mondom lehetne bármi más oka is, de valamiért az a benyomásom, hogy a fideszes sajtónak az irányítói azok nem nagyon akarják Lázár Jánost építeni, nincsenek jó viszonyban. Ezt is meg lehet érteni természetesen. Szóval ez egészen jó interjú volt Lázár János számára, legalábbis rendkívül kedvező, bemutathatta, hogy ő mindenhez is ért, és senki nem kérdezett vissza, hogyha ez a mindes birtok ilyen nagyszerű, és minden automatizált, és ez fogja megmenteni a vidéket, akkor hogy nem sikerült neki ezt az ígéretét betartani, hogy ez a cég ez hamarosan nyereséges lesz. Ennek pont az ellenkezője történt, mióta Lázár János vezeti ezt a céget, azóta masszívan átment mínuszba. Tehát azóta nem nyereséges. Pedig, hogyha egy cégbe beleöntenek 40-80 milliárd forintot, akkor azért ez a minimum, hogy nyereséges legyen. Most tessék elképzelni azt, amit mi csináltunk mondjuk a strandfürdővel. Itt Lázár János idejében ivóvízzel töltötték föl a fürdőt. Amikor én átvettem, akkor 500 milliós éves vesztesége volt. Mi akkor azóta kb. 200 milliót költöttünk a strandfejlesztésére, egy víztisztítóra, a szennyvízelvezetést megoldottuk, most is éppen a távhőfűtés, világítás, szellőztetés problémáit oldjuk meg, ledesítünk, szabályozó PLC-ket cseréltünk, és a többi, tehát energiatakarékos megoldásokra tértünk át, és az idei évben várhatóan ez a cél 300 millió alatt lesz a veszteség. Tehát mi egy 200 milliós beruházással 2 év alatt 200 milliót már meg is spóroltunk az éves költségeből. Az azt jelenti, hogy nálunk minden évben 200 millióval lesz kevesebb a veszteség már most. Egy 200 milliós beruházásnak, az azt jelenti, hogy minden évben megtérül. Egy év alatt megtérül. Na most Lázár János nem ezt a sok-sok milliárdot, hát nem tudom mennyi idő alatt fog megtérülni az a pénz, amit a magyar adófizetők odaadtak Lázár Jánosnak játszani a mezőhegyesi ménesbirtokkal. Hát nagyon hasonló történet Lázár másik sikertörténete, amit itt előadott Hódmezővásárhelyen, itt sem kérdeztek vissza mondjuk a riporterek. Annak idején, még Almási István életében, amikor bemutatták a Tramplin projektet, akkor azt mondták, hogy 10 percenként fog járni csúcsidőben, és 20 perc alatt bent lesz Szegeden. Most már Lázár János kénytelen a jelenlegi volánbuszos menetrendet meghazudtolva azt állítani, hogy most 50 perc alatt vannak benne buszok, akik nap mint nap járnak be, mint én. Közel 10 évig jártam nap mint nap Szegedre. Azok tudják, hogy ezek a buszok ezek sosem mentek 50 percig. Még a legrosszabb, minden bokornál megálló járat is 45-47 perc alatt beért Szegedre. A legtöbb járat, amiben mi jártunk, gyors járatok, azok 30-35 perc alatt értek be. Nyilván Pécs-Békéscsaba járat például nagyon gyorsan ér végig, az még 30 percet se vett igénybe. Tehát gyakorlatilag a buszjáratoknak a menetidejét lassan úgy tűnik, hogy nem sikerül majd javítani egy centit sem, és úgy tűnik, hogy a sűrűség pedig kimondottan romlani fog, hiszen szó se lesz csúcsidőben 10 perces követési távról, vagy pontosabban lehet. Egyedül most úgy tudom, hogy Vásárhelyről Szegedre
7 és 8 között, tehát abban a csúcsidőben lesz 10 perces követés, de csak abban az irányban. Szegedről Vásárhelyre már nem, és egész nap további folyamán pedig most már 20 perces követésről beszélnek, sőt, utána ritkábbról. Persze Lázár János csütörtöktől szombatig éjszaka közlekedő tramtrént ígért, hát meglátjuk, lehet, hogy lesz ilyen. De hogy a 2017 áprilisában, még Lázár János szerint korrupció nélkül meg nem magyarázható költségnövekmény, hogy a eredetileg 20 milliárd körüli projekt 50 milliárd fölé emelkedett. Nos, most már szerényen csak 80 milliárdot mond, de mi tudjuk, hogy 90 milliárdnál jár már most a tramtrain. Nem kérdezik meg, hogy ha ő szerinte 50 milliárdért lopás volt a tramtrain, akkor most 90-nél, hogy ő vezeti, minek nevezni. Tehát a költségnövekedményt, a céloknak az elnemérését, a lerakott, majd felszedett vasúti sineket, a két éves csúszást egy egyéves vasúti felújítási projektben a Szeged-Vásárhely közötti fővonalról van szó, ez a nyitva maradt sorompókat a vasúti forgalom újraindításánál, mint biztonsági kockázat, elég komoly életveszély. Ezeket mivel magyarázná Lázár János? Tehát ezt a riporterek ezeket kihagyták, valóban nagyon szívesen. Én, miért nem áll ki velem Lázár János vitatkozni? Túl sokat tudok. A riporter az nem ismeri ezeket a tényeket nyilván, mert nem itt él, de ha Lázár Jánosnak velem kellene vitatkoznia, akkor elég sok mindent kellene megmagyarázni. A sírmegváltási díjaktól kezdve, amit megígért 3 évvel ezelőtt, hogy majd az első dolga lesz, hogy eltörli, 3 éve. 5 évvel ezelőtt megígérte a károsultak kárpótlását, az sem történt meg. Egy 1500 fős foglalkoztató cég Vásárhelyre hozása soha nem történt meg. Hát ezek olyan érdekes dolgok. Ehelyett, amit kaptunk, azok rengeteg beton, mindenütt eltűnő zöld felületek, veszteséges, hatalmas látványberuházások, mint a bemelegítő medence a strandon évi 100 milliós veszteséget okoz, vagy az emlékpont például, ahol mutatóba lehet látni vendégeket, mert a tartalma az unalmas, ezen is változtatni akarunk, a retro kiállítás ott fog nyílni, az Avia, Tóth Sándornak az Aviája, a Aradon előtt vásárhelyi menekült szállítmányt, vagy segélyszállítmányt Arad Temesvár irányába szállító Tóth Sándornak az aviáját felújítottuk, kiállítottuk, remélem azt is sokan megnézték már azóta. Nos, az emlékpontnak is hatalmas milliárdos költséggel való megépítése olyan rossz szerkezettel készült el, hogy most hullik róla, 30 kilós vagy még nehezebb acéllemezek hullanak, és bármikor ketté hasíthat valakit alatta, azért van körbeszalagozva, tehát életveszélyes egyszerűen. A szigetelése annyira rossz, hogy 20 milliós éves költsége van a fűtésének, nyáron élhetetlenül meleg. Tehát egy ilyen, soha nem számított semmi hatékonyság, energetika, semmi, csak a lopás. Mindig azt számított, nagy látványberuházás, mennyit lehet lopni belőle? Semmit. Nagy projekt, sokat lehet lopni. Az, hogy most ez utána valaha is megtérül, meg ki fogja fizetni az éves számláját, ez Lázár János soha nem érdekelte. De hát látjuk, hogy egyébként a Orbán Viktortól származó ilyen sajtóinformációk és aranyköpések formájában eljut a köznéphez is. Lázár Jánosról nem csak azt mondta, hogy ő az értékrend nélküli ember, hanem azt is mondta, hogy ő bármit meg tud csinálni, és semmit nem tud működtetni. Hát most ehhez képest persze a tramtrain azt tulajdonképpen csinálni kell, a ménes birtokot azonban valószínűleg működtetni kéne. Nos, igen, természetesen azok a polgármesterek, akik nyavajognak, hogy nincs pénz, még ezt is elmondta, hát nagyon szívesen megnézném azt a felsorolást, hogy az én 3 évemhez képest, amit most elértünk ebben a városban, adócsökkentés, szelektív hulladékgyűjtés, kiterjesztése, közvilágítás, Lázárféle közvilágítás kijavítása, ingyenes óránkénti buszjáratok, ingyenes parkolás a piacon, nem csak a Covid alatt, előtte is az volt, okos zebrák, új gyalogátkelő helyek, zöldítés, és a többi, most ezt sorolhat Rárósi út és több más projekt. Na most ez 3 év fideszes ellenszélben. Lázár János 2002 és 2010 között ellenzékben mit ért el? Azt tudjuk, hogy ő nem visszafizetett több milliárdos előző adósságokat, mint mi, hanem ő ez alatt az időszak alatt 23 milliárdnyi adósságot csinált a városnak. Ha 23 milliárdot ide adnának, el tudnák képzelni, mi mindent lehetne abból fölépíteni? Hogy ez milyen óriási pénz? Tehát ő nem a normál működésről beszélünk, hanem a normál működés fölött még 23 milliárd mínusz csinált. Annyiból már nagyon látványos dolgokat kellett volna csinálni. Ehhez képest mi történt ebben a városban 2022 és 10 között? Vagy éppen azóta?
mert a látványberuházásokon kívül gyakorlatilag semmi. Az, amitől jobb itt élni, amitől nem mennek el az emberek, amitől itt magasabbak a bérek, jobb az életminőség, zöldebb a környezet. Borzasztó. Nos, de rendkívül okos ember, ez senki nem is kételkedik ebben, úgyhogy, ja is bocsánat, még a 2002 és 10 között még Attila kormánytól egyébként kapott valamennyi szívességet, éppen a szocialista szomszédos polgármesterek mondták nekem, hogy ők lobbiztak Lázárért. Hát Lázár nem lobbizik a saját városáért sem, ha az nem fideszes. Annak idején a szocialista polgármesterek lobbiztak Lázárnak egy projektet. Beszéljen Szilvik Imrével, Búzás Péterrel és Botka Lászlóval, és majd emlékeztetik rá.